Borzavári Róza és barátai jó hangulatot teremtettek a dunaföldvári rókuspincéknél. Többen együtt énekeltek és táncra is perdültek. Mindeközben már 9 fiatal gyermek és libuskája izgatottan várta a libafuttató versenyt, melynek már közel egy évtizedes hagyománya van. Hárman figyeltük az egész versenyt, volt indító bíró, célbíró, és volt egy ember, aki a szabályokat figyelte, ami egy szabály volt tulajdonképpen, hogy kézzel nem lehet hozzáérni a libákhoz. Az izgalmas előfutamok után végül Frankó Kristóf, Szőke Lilla és Sűrű Janó állhatott oda libuskájával a döntőfutamhoz. Beszereztünk először ugye egy jó libát, egy jó erőset, jó gyorsat. Azt mondta a gazdája, hogy nem lesz annyira engedelmes, viszont szerintem jó. Olyannyira jó liba volt, hogy a győzelemig repítette Janót. Nyitott pincék, borkóstolás és a kertbarátok sátránál zsíros kenyér libatepertővel, lilahagymával, valamint sütemény és forralt bor várt mindenkit. A gyermekek kézműveskedhettek, libabábokat készíthettek.